Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, kedvezményes hitelt vehetnek fel az asszály károsult gazdák. Kezdődik a nizzai terrortámadás pere. 6 éve hajtott az ünneplők közé egy tunéziai férfi, több mint 80-an haltak meg. Boldoggá avatták első János Pált, 33 napig vezette az egyházat, mosolygós pápának is nevezték. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! A súlyos szárazság miatt rendkívüli mezőgazdasági kamattámogatási programról döntött a kormány, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nagy István azt mondta, augusztus végéig mintegy 1,3 millió hektár szántó- és ültetvény területre jelentettek a termelők asszálykárt. A tárcavezető hozzátette, Magyarország alapvető érdeke, hogy az őszi mezőgazdasági munkák zavartalanul megkezdődjenek, az élelmiszertermelés biztosított legyen, az állatok számára pedig rendelkezésre álljon a szükséges takarmány. A kormány a hitelmoratórium lehetőségének megteremtése mellett újabb finanszírozási intézkedésről, egy rendkívüli mezőgazdasági kamattámogatási programról döntött. Ennek értelmében a kormányhivatalok által igazolt aszálykára rendelkező növénytermesztők, valamint az összes állattartó újonnan felvett agrárszécsénykártya folyószámla hiteléhez az Agrárminisztérium a szükséges mértékű, de legfeljebb 14%-os kamattámogatást biztosít. Mindezt oly módon tesszük lehetővé, hogy a felvételre kerülő hitelek éves kamatterhe 3% legyen. A kiemelt támogatás a tervek szerint legkésőbb 2022. december 31-ig megkötött új hitelek esetében nyújtható. A program egyéb feltételei változatlanok maradnak. Spanyolországban is hatalmas károkat okoz a szárazság, sok helyen küzdenek vízhiánnyal, ezért egyre több településen korlátozzák a vízfogyasztást. Például tilos autót mosni, a kertet locsolni, és a medencéket sem szabad feltölteni. Barcelonában arra készülnek, hogy a szárazság miatt még szeptemberben is szükség lesz korlátozásokra. Szent János bogarakra emlékeztetnek az éjszaka dolgozó emberek egy spanyol borászat szőlőültetvényén. Inkább este dolgoznak, mert nappal túl meleg van. Nappal minden tele van bogarakkal, és elviselhetetlen a hőség, mondta egy dolgozó. Más bortermelőkhöz hasonlóan ebben a pincészetben is a korai szüret mellett döntöttek. Nincs más választásuk, mivel a tartós hőségben a szőlő összeszárad. Nincs elég eső, az öntözés pedig túl drága. Az egyik borász szerint az egyre melegebb és szárazabb időjárás teljesen átírja a gazdaságok életét. Az alkalmazkodás pedig nem mindenkinek fog sikerülni. Hosszú távon csak az ökofarmok fognak túlélni. Mindenkinek át kell térnie a fenntartható gazdálkodási formákra. A helyzet nem lesz jobb, ezért az embereknek kell változtatniuk. Különben éveken belül leállhat a mezőgazdaság, mondta. Spanyolországot a nyáron három nagy hőhullám is elérte. A tartósan forró idő országszerte erdőtüzeket okozott, egy spanyol tudományos szaklap szerint az Ibériai félsziget egyes területein évszázadok óta nem volt ilyen szárazság. A helyzet sok helyen olyan kritikussá vált, hogy a vízhasználat korlátozásáról döntöttek. A Barcelona tartományban található Vacarisses városában este 9 és reggel 7 óra között nem folyik víz a csapokból. Ilyenkor csak a közösségi tározókban van víz, de az hamar megposhad és nem iható. A korlátozás ideje alatt ebből a 750 literes tartályból hozzuk a vizet az étterembe, de van még egy kisebb is, amit vízkőtelenítésre használunk, és egy víztisztító berendezést is vennem kellett, mondta egy étterem tulajdonos. Barcelonában a tenger vált az első számú vízforrássá. Az itt működő sótalanító üzemek látják el a lakosságot. A hatóságok szerint a szárazság miatt jelentősen csökkenteni kellene a város vízfogyasztását. Ezreket kellett kitelepíteni a Kaliforniában tomboló erdőtűz miatt. A lángok szombaton mintegy 100 otthont pusztítottak el Víd városában. A kitelepítettek közül több embert kórházba kellett szállítani. A forró és száraz, valamint szeles időben rendkívül gyorsan terjed a tűz. A hőmérséklet megközelíti a 40 fokot, ami több mint 10 fokkal magasabb az évnek ebben a szakában megszokottnál. Az állam déli részén mintegy 5000 hektáron küzdenek a lángokkal a tűzoltók.
Még idén bezárhat Németország egyik legnagyobb kőolaj finomítója. A helyiek katasztrófáról és teljes csődről beszéltek. A német szövetségi kormány külügyminisztere eközben arról beszélt, nem érdekli, hogy mit gondolnak a németek, akkor is teljesíteni kell az Ukrajnának tett ígéreteket. Németországban egy év alatt 78%-kal nőtt a rezsi, de az emberek egyelőre türelmesek. Nem úgy, mint Csehországban, ahol százezrek tüntettek a brüsszeli szankciók és a nyugat-európai energiapolitika ellen. A lengyel-német határon a volt NDK területén fekvő svéd története talán legnagyobb kihívásával készül szembenézni. A kisváros olajfinomítója kőolaj termékekkel látja el Berlint és környékét. Az üzemet azonban kifejezetten az orosz nyersolaj finomítására tervezték, de a Moszkva elleni szankciók miatt év végére valószínűleg be kell zárniuk. A finomító svéd szimbóluma. Szörnyű dolgok fognak történni, ha a finomítót bezárják, vagy a helyzeten nem lehet változtatni, bármi is legyen az oka. Tehát az üzem egyszerűen nem állhat le, mondta egy helyi férfi. Ez nagyban megnehezíti majd az életünket, és mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan tovább, panaszkodott egy másik helyi. A német kormány azt tervezte, hogy Rostokon, Németország egyik legnagyobb kikötővárosán keresztül importál nyersolajat svédbe, de korszerűsíteni kellene a csővezetékeket és át kellene alakítani a finomítót, ami rengeteg pénzbe kerülne. A finomító a város fontos munkahelyeket biztosító vállalkozása. Egyben városunk fűtési energiaforrása is, hiszen hulladék hője, hőenergiát és melegvizet termel a svédi háztartásoknak. Ha a finomító leáll, mi mindent elveszítünk, mondta a város polgármestere. A német szövetségi kormány ígéretet tett arra, hogy megoldja a problémát, de a helyiek azt mondják, aggódnak a finomító jövője miatt. Nem érdekel, hogy mit gondolnak a német szavazóim, teljesíteni akarom az ígéretem az ukrán népnek. Ezt egy minapi fórumon mondta a német külügyminiszter. A zöldpárti Annalena Baerbock arról is beszélt, tudja, az emberek az utcára fognak vonulni, hogy elmondják, nem tudják kifizetni az energiaárakat. De Berlinnek még így is ki kell állnia Ukrajna mellett, vagyis szerinte a kormány nem hátrálhat meg, és nem vonhatja vissza az Oroszország elleni szankciókat. Szászország CDU-s miniszterelnöke azonban a Weltnek arról beszélt, kell az orosz gáz. Mihály Krecsmer szerint Németország nem sokáig húzhatja orosz energiahordozók nélkül. Bár Németországban a legfrissebb elemzések szerint egy év alatt 78%-kal emelkedett a rezsiszámla, az embereknek pedig már az étkezés és a fűtés között kell választaniuk, nagyobb utcai megmozdulások még nem voltak. Nem úgy, mint a szomszédos Csehországban, ahol szombaton egyes becslések szerint százezrek vonultak utcára. A Wenzel téren összegyűlt tömeg előtt a szónokok élesen bírálták Brüsszel energiapolitikáját és az orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállását. Sokan azt hangsúlyozták, hogy a prágai kormány talán ukrán, talán brüsszeli, de semmiképpen nem cseh. Elkezdték bontani a lakatlanházakat a magyar határhoz közeli szerbiai településeken. Azt akarják megakadályozni, hogy a migránsok oda költözzenek. Az ott élők szerint ez sem fogja megállítani az illegális bevándorlókat. A magyar határnál egy nap alatt ismét több mint 1000-en próbáltak átszökni a határzáron. Bontják az üres házakat a magyar-szerb határ szerbiai oldalán. Magyar Majdány és Rábé térségében hónapok óta tart a bevándorlási válság, a migránsok ugyanis beköltöztek a lakatlan házakba. Az önkormányzat ezért úgy döntött, több házat is lebontanak, hogy a migránsoknak ne legyen búvóhelyük. A helyiek szerint viszont ez sem lesz elég, egyre gyakoribb ugyanis, hogy a lakott házakat akarják elfoglalni. Behúzódnak úgy lehet még az én szobámba is. Tótna autót főtűrték. Bementek egyik szobába, valahogy tő, és a másik szobába bementek, ott befeküdtek. Hallottam valami mocsorgás, azt mondja, hogy mi lehet az? Macska nincs bent, kutya nincs bent, bementek, 8-an bent aludtak. Rengeteg van. Rengeteg, fiam. A százlelkes faluban legalább 500 migráns táborozik. A falukban főleg idősek laknak, de a migránsok nem tisztelik őket. Folyamatosak a zaklatások és a fenyegetések. Este, mikor eljön a 10 óra, akkor majd elkezdenek olyan lármában, meg csapadéka vannak, meg az Ervin kutyája, mi kutyánk, hogy nincs nyugodt pihenés, érted? A migránsok közben arról beszélnek, hogy elégedetlenek a körülményekkel, és amint lehet, átszöknek a magyar határon. Ők úgy tudják, hogy Nyugat-Európában segély és lakás várja őket.
Pontosan tudom, hogy nagyon nehéz lesz, keményen őrzik a magyar határt. Most is legalább 200-an vagyunk itt, mindig sokan megyünk egyszerre, persze, hogy elkapnak. Engem is sokszor elfogtak már, mondta egy migráns. Idén elképesztő méreteket öltött a migrációs nyomás, háromszor annyian jöttek eddig, mint egy éve. A magyar kormány ezért döntött úgy, megerősíti a déli határzárt és határvadászokat állít szolgálatba. Amíg tavaly augusztusig átlagosan 7000-en jöttek havonta, addig idén brutális a növekedés, átlagosan csak nem 20000 migráns miatt intézkednek a hatóságok minden egyes hónapban. A magyar kormány 2015 óta következetesen elutasítja az illegális bevándorlást, a kerítéssel pedig nem csak Magyarországot, hanem Európát is védi. A fő ok a bűnözés volt. Szakértők szerint mára már Nyugat-Európa bevándorlási politikája is nagyot változott 2015 óta, erről Szajfó már beszélt az M1-en. A Migrációkutató Intézet kutatója szerint ennek az az oka, hogy a bevándorlók nem akarnak beilleszkedni, zárt közösségekben élnek, és sokan válnak közülük bűnözővé. Ami pedig kifejezetten problémás Svédországban, az a lőfegyverrel, robbanó anyagokkal elkövetett bűncselekmények, hiszen kialakult egy szintén korábban Skandináviában ismeretlen jelenség, a klánbűnözés, elsősorban szomáli, magrebi bevándorlókhoz köthető bűnözés, amikor leszármazás alapján, etnikai alapon csoportosulnak különböző csoportok, akik a drogpiacban, egyéb illegális tevékenységekben érdekeltek, és egymásra riválisként tekintenek. A kutató azt mondta, egy korábbi felmérés szerint a svédek biztonságérzete gyorsan csökken, és egyre többen döntenek úgy, hogy olyan körülmények között akarnak élni, ahol nem kerülnek kapcsolatba a migránsokkal. Holnap kezdődik a nizzai terrortámadás pere. 8 vádlott áll a bíróság elé. A gyanú szerint segítették azt a tunéziai férfit, aki 2016. július 14-én Nizzában a tengerparti sétányon belehajtott a tömegbe. A támadásban 86-an haltak meg. A per előtt a francia terrorelhárítási ügyész arra hívta fel a figyelmet, hogy a közel-keleti konfliktus övezetekből újabb terroristák érkezhetnek Európába. Megszokott életét éli a mindig turistáktól nyüzsgő Nizza. A tengerparti sétányon megszámlálhatatlan ember önfeledten élvezi a vakáció napjait, csak egy kis szobor emlékeztet arra terrortámadásra, ami 2016. július 14-én este történt. Párizsban hétfőn kezdődik, és várhatóan 3 hónapig tart majd annak a 7 férfinak és egy nőnek a pere, akik a gyanú szerint segítették az elkövetőt a merénylet előkészítésében, illetve tudtak arról, hogy terrortámadás készül. Azon a napon a tengerparton voltunk nizzai barátainkkal, akik azt ajánlották, hogy nézzük meg együtt a tűzijátékot. Néhány perccel a kezdés előtt az emberek felálltak a strandról és a sétány felé indultak. Mi is így tettünk. Ebben a pillanatban egy azonosíthatatlan, nagyon hangos hangot hallottam. Oda néztem és tudtam, hogy terrortámadás történt, mondta a nizzai áldozatok hozzátartozó képviselő szervezet vezetője. 6 évvel ezelőtt a tengerparti sétányon körülbelül 30000-en nézték a nemzeti ünnepet lezáró tűzijátékot. A tunéziai származású 31 éves férfi egy bérelt teherautóval belehajtott a tömegbe, és úgy próbált meg minél több embert halálra gázolni, hogy 2 kilométeren keresztül cikcakban haladt előre. A támadóra a rendőrség rálőtt, de ő viszonozta a tüzet, és így is még 300 métert ment előre. Az emberek futni kezdtek, és többen menekülés közben sérültek meg. A terrortámadásban 86-an haltak meg, köztük 12 gyerek, és több mint 400-an megsérültek. A merénylő a kamionban halt meg. A támadást az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta magára, de a nyomozás megállapította, hogy az elkövető nem állt kapcsolatban a terrorcsoporttal. A hétfőn kezdődő per előtt a francia terrorelhárítási ügyész arra hívta fel a figyelmet, nem tartja kizártnak, hogy a közel-keleti konfliktus övezetekből újabb terroristák érkeznek Európába. Egy francia tévécsatornának azt nyilatkozta, egyre nagyobb a veszélye annak, hogy Irakból és Szíriából érkező szélsőségesek terrortámadásokat hajtanak végre francia földön. Az ENSZ adatai szerint idén 85000 migráns érkezett az Európai Unióba, a többségük a földközi tengeren keresztül. A legtöbben Tunéziából, Egyiptomból, Bangladesből, Szíriából és Afganisztánból. Boldoggá avatták első János Pál pápát. Csupán 33 napig vezette az egyházat, mosolygós pápának is nevezték. A nevéhez fűződik egy 11 éves kislány csodálatos gyógyulása. A boldoggá avatási misét Ferenc pápa mutatta be a Szent Péter téren. A továbbiakért Sárközi Júliát kapcsoljuk. Szervusz, tiéd a szó!
Jó napot kívánok! Alázatos pásztor volt, aki kompromisszumok nélkül a szeretet jegyében szolgált, ezt mondta Ferenc pápa elődjéről, első János Pál pápáról, akit a bazilika előtti szabadtéri oltárnál avatott boldoggá. Elsős időben kezdődött a mise, de ennek ellenére teljesen megtelt a Szentpéter tér, nem csak az olaszországi egyházmegyékből érkezett zarándokokkal, hanem külföldiekkel is, főleg Dél-Amerikából, Argentinából és Brazíliából érkeztek sokan, hiszen Luciani pápa megválasztását 78 nyarán elsősorban a dél-amerikai bíborosok szorgalmazták, és egy latin-amerikai kislány csodás gyógyulása vezetett a boldoggá avatáshoz is. Mosolygós, örömteli, békés egyházat hirdetett, mondta Ferenc pápa elődjéről, és a mostani argentin pápa is hasonló egyházat ígért a mai világnak. Azt mondta, hogy az egyháznak senki előtt sem szabad kaput zárnia, és ahelyett, hogy saját nyugalmat keresné, a papoknak kell vállára venni a világ keresztjét. A mosolygos pápaként ismert első János Pál 33 napig vezette csupán az egyházat, 1978. augusztusa és szeptembere között, de üzenete a mai napig aktuális a jövő egyháza számára is, írta az egyházi sajtó, hiszen az evangéliumi missziót, a szolidaritást hirdette a szegények iránt, a keresztények egységét, a vallásközi párbeszédet és békét 1978 őszén, amikor az arab országok és Izrael békeszerződést írt alá az Egyesült Államokban. 1978. szeptemberében, amikor még egymásnak feszült a keleti és nyugati blokk, és halála után nem sokkal, már az első kelet-európai pápát, a Lengyelországból érkezett II. János Pál pápát választották meg a Vatikánban. Első János Pál boldog avatása azt jelenti, hogy most helyi szinten is tisztelhetik, és ugyancsak 33 napig volt az egyház vezetője, az olaszok a mai napig emlékeznek rá. Egyébként itt van eltemetve a mögöttem látható Szentpéter bazilikában. Sárközi Júliának köszönjük szépen a jelentkezést Rómából. Több tízezre rekedtek Észak-Franciaország legnagyobb kikötőjében szombat éjszaka. Komppal utaztak volna az Egyesült Királyságba, de a lassú határ ellenőrzés miatt órákat kellett várni. A komp forgalom a Brexit óta akadozik Calais-ban. Feszült szóváltás bontakozott ki a Calais-i kikötőben, a türelmetlen autósok egymás elé vágtak, több kilométeres kocsisor várakozott a kompok indulására. Tízezrek rekedtek a kikötőben, az utasok 6 órán át várakoztak, hogy felférjenek valamelyik Angliába tartó járatra. A 16 sávos kikötői út ugyanis csak 7 működő átlépő kapuhoz vezetett. Kaotikus volt a helyzet, a forgalmat senki nem irányította, ezt végül egy utas tette meg. Egyszerűen úgy éreztem, hogy rendre van szükségünk. Én vállalom a felelősséget, mondta, majd hozzátette, az este 7 órakor induló járatra volt jegye, de még éjfél után is a kikötőnél várakozott. A francia-brit tengeri határon a Brexit óta súlyos fennakadások nehezítik a közlekedést. A brit sajtó szerint a szigorú határátkelési szabályok életbelépését nem követte a személyzet és az infrastruktúra arányos fejlesztése. Ez okozza a problémát. A kikötőben működő két nagy kompvállalat bocsánatot kért utasaitól, ugyanakkor közölték, hogy mentesítő járatokat is indítottak, így sikerült elkerülni az utasforgalom teljes megbénulását. A várakozási idő azonban még vasárnap reggel is jelentős volt, átlagosan másfél órás késéssel indultak a járatok. A múlt héten a csalagúton állt le a forgalom. Az Európát a Szigetországgal összekötő föld alatti vasút meghibásodott, az utasoknak kilométereken át kellett a tenger alatt gyalogolniuk. Millió ember került veszteg zára le a kínai Shenzhen városában, miután a koronavírus járvány egy gócpontját azonosították a kikötővárosban. A világ egyik leggyorsabban fejlődő városa, Kína egyik technológiai központja, és otthont ad az ország legnagyobb kikötőjének is. A lezárások ezért komoly termelés kiesést fognak eredményezni, többek között az Apple alkatrészek gyártása is szünetel. A tömegközlekedés leállt, az embereknek pedig több városrészben tilos elhagyni az otthonukat. A közel 2 magyarországnyi lakost most vírustesztnek vetik alá. A maratoni tesztelést ráadásul mindenkin 2-szer végzik el.
Romániában javul a járványhelyzet, de a szakemberek az előző két év tapasztalata alapján attól tartanak, hogy a hétfői iskolakezdés után ismét berobbanhat a járvány. A román egészségügyi minisztérium ajánlásokat fogalmazott meg a tanévkezdéssel kapcsolatban. Bukarestből Bot Eszter tudósított. Ebben olyan higiéniai szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozták, mint például a gyakori kézmosás, az osztálytermek fertőtlenítése és rendszeres szellőztetése. Még az is szerepel egyébként a felhívásban, hogyha valakinek köhögni esetleg tüsszentenie kell, akkor papírzsebkendővel vagy könnyékhajlatával takarja el az arcát. A román egészségügyi tárca továbbra is ajánlja a másfél méteres távolságtartást a zárt terekben és a védőmaszk viselését a zsúfolt osztálytermekben. A minisztérium ugyanakkor a koronavírus és a szezonális influenza elleni oltás felvételét szorgalmazza a tanévkezdés alkalmából kiadott közleményében. Szerbiában visszavonulóban van a koronavírus járvány mostani hulláma. A virológusok ugyanakkor itt is arra figyelmeztetnek, hogy a tanév kezdetével várhatóan ismét emelkedni fog a napi fertőzés szám. Dóró Alent kapcsoltuk Szabadkáról. Nem kell maszkot viselni a diákoknak és a tanároknak jelenleg a tantermekben, és úgymond mindenhol hagyományosan a padokban kezdték el a diákok az iskolát. Branko Ružić oktatási miniszter elmondta, hogy bízik abban, hogy nem lesz majd szükség arra, hogy ismét online legyen majd az oktatás itt az országban. Erre mutatnak a jelenleg aktuális adatok is. Annyit azonban hozzá kell tennem, hogy bizonyos biztonsági intézkedések érvényben vannak az országban, de ezek az egészségügyi intézményekre korlátozódnak. A kórházakban, illetve az egyéb egészségügyi intézményekben a maszkviselés kötelező, és a kórházakban a beteglátogatás az jelenleg szünetel. Németországban holnap megkezdik az Omikron BA egyes variáns ellen kifejlesztett vakcinák kiszállítását. Berlinből Noll Katalin tudósított. Ebből 10 millió a BioNTech-Pfizer terméke és 4 millió a Moderna terméke. Nyilatkozott a Der Spiegelnek a BioNTech vezérigazgatója, és ő szorgalmazza az oltás felvételét, de hangsúlyozta azt is, hogy gyakorlatilag korfüggő az, hogy kinek ajánlják ezt a vakcinát, elsősorban a 60 évnél idősebbeknek, elsősorban azoknak, akik valamely rizikócsoport tagjai, és hát elsősorban a harmadik vagy negyedik oltás felvétele esetén ajánlják ezt a vakcinát. Minden eddiginél többen hajóztak az idei nyáron a Balatonon, a főszezonban minden hajóforgalma nőtt, de leginkább a séta és a programhajók, azon belül is a buli hajók iránt nőtt az érdeklődés. Augusztus végéig 1.800.000-en utaztak a Bahart járatain, amelyek ősszel is várnak mindenkit. Jó volt ez a hajóztázás. Ez a nagyszínási család is kihasználta a szeptember elejé jó időt egy balatoni sétahajózáshoz. Mindenképpen szerettük volna a hajót, vagy a vizet valamilyen módon megtekinteni. Nyilván már fürödni annyira nem ilyen pici gyerekekkel, de így kielveztük a Balatont. Bár már elmúlt a főszezon, így is sokan váltanak jegyet a Bahart járataira, így a Kelén sétahajóra is Siófokon. Székesfehérvárról jöttünk, és úti célunk volt, hogy egy kicsit hajókázzunk itt a Siófokon, és hát tényleg csodálatos volt, nem csak az idő, hanem nagyon, hogy mondjam, kedvesen fogadtak, és maximálisan ajánlom bárkinek, mert egy nagyon kellemes, szép órát töltöttünk itt el. Balatonfüredről érkezett ez a menetrend szerinti hajó Siófokra, a kiránduló idő sokakat csábított hajózásra. Nekem most pont ezért tetszik az időjárás, hogy nincs ez az 50 fok, hanem ez a kellemes ilyen kirándulós idő. Úgyhogy szerintem hajózásra ez pont egyébként jó, hogy nincsen ez a nagyon meleg. Szép napot kívánok! Köszönöm, jó utat! Ugyan már utóidényi menetrend van érvényben, továbbra is népszerű kikapcsolódás a balatoni hajózás. Nem csoda, hogy rekordokkal zárta a Bahart a 176. hajózási főszezont. Augusztus végéig a személyhajók forgalma 10%-kal nőtt, míg a séta és a programhajókra 20%-kal többen váltottak egyet. A kompon pedig 6%-kal többen utaztak, mint tavaly.
Azt gondolom, hogy ez egyaránt köszönhető annak, hogy a Balaton népszerű, és nagyon sokan érkeztek a térségbe, de köszönhető annak is, hogy nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre. Ez érintette a hajókat, a hajóparkot, a menetrendet, a szolgáltatás választékot, az arculatunkat. Az egyik legnagyobb fejlesztés a jegyek online értékesítését érintette. A társaság az őszi szezonban kedvezményekkel várja azokat, akik elektronikusan vásárolják meg a jegyeket. Fogadhajtók foglalták el a Kincsen Parkot a hétvégére. A versenyre rangos nemzetközi mezőny jött össze. Kapcsolunk is a helyszínre Marci Mátéhoz. Szervusz, hogyan szerepelnek a magyarok? Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Hát nagyon biztatóan. Nemrégen ezelőtt Farkas József például verőhiba nélkül teljesítette az akadályfutamot, ezzel meg is nyerve azt. Egészen pontosan a Mondok József emlékverseny háromcsillagos, kettes és négyes fogadhajtó világkupa zajlik most itt a Kincsen Parkban. Rengeteg országból érkeztek hajtók, Hollandiából, Romániából, Szerbiából, felsorolni sok idő lenne, de a legfontosabb, hogy a legnagyobb presztízsű, a legnagyobb favoritnak számító magyar verseny. Ők is itt vannak. Ahogyan már mondtam, az akadályhajtás zajlik itt most jelenleg. Ez nagyjából délelőtt 10 órakor kezdődött, és tart egészen 1:45-ig, amikor is majd eredményt hirdetnek. Az eredményhirdetésen a díj, a maraton, az összetett verseny és az akadályhajtás eredményeit fogják majd ismertetni, és adják át a díjakat, ezt is fogadtal. Ez is nagyon fontos. De ami talán a legfontosabb az az, magyar vonatkozásban, hogy Tóth Tamás a kettes és a négyes fogadhajtó szövetség elnöke. Ez alapján a verseny alapján fogja majd kijelölni azt a hatfős keretet, ami majd a szeptember 15 és 25-e között megrendezett római világbajnokságon fogja majd képviselni Magyarországot. Marci Máténak köszönjük szépen! A nagy döntőkkel folytatódik ma a FIAD díjugrató országos bajnokság a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A négy napos versenyen a szervezők látványos showval és nem mindennapi versenyszámokkal is készültek a közönségnek. Először mutatjuk, hogy mi történt tegnap, aztán kapcsolunk a helyszínre a legfrissebbekért. Javában tartanak a nagy döntők a díjugrató országos bajnokság szombati napján. Először a gyermek, majd a póni kategória lovai és lovasai mutatták meg, mire képesek. Erdélyi Magdolna nemzetközi pályaépítő egy olyan pályát épített a versenyre, ami alaposan megizzasztotta a versenyzőket. Az indulók egyetértettek abban, hogy a pálya nagyon technikás, minden tudásukra szükség volt, hogy a legjobb időket fussák. Most kellene leugrani gyorsan, fogjuk meg a lovat. A verseny mellett azért a szórakozásnak is nagy szerep jutott. Szombat este egy nem mindennapi versenyszámmal készültek a nézőknek. A staféta futamban a versenyzőknek a díjugratás, a fogadhajtás és az autóvezetés közben 8-8 akadályt kellett leküzdeniük. Láthatóan mindannyian élvezték a nem mindennapi embert, lovat és autót próbáló megmérettetést. Egy showverseny számot láthattunk, ahol a fiatalok, illetve az edzőik, illetve a szülők besegítettek egy autóvezetéssel, meg ugye a fogat se maradt ki a rendszerből, és a fogat is ugyanúgy ment egy gyorsasági pályát, és ennek az összes eredménye számított egybe, és így került ki a leggyorsabb. Az esti verseny igazi teli találat volt, hiszen ilyen versenyt biztosan nem láttak még a nézők, ma pedig már a nagy döntőké lesz a főszerep. A döntők döntőjére kerül a vasárnapi napon sor. Reggel 8-kor az amatőr lovasokkal kezdünk, majd 10 óra 15 perckor az ifjúsági lovasok országos bajnoki döntőjét rendezzük, 12 óra 30 perckor az utánpótlás lovasoknak a döntőjére kerül sor, és hát a főszám 14 óra 45 perckor itt a szilvásváradi lipicai arénába a felnőtt díjugrató magyar bajnoki döntőre kerül sor. Ősszel többek között nemzetközi díjlovas versenyeknek is helyet ad majd a szilvásváradi aréna. Kapcsolunk is a helyszínre, a döntőkkel folytatódik, ugyanis az országos díjugrató bajnokság a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, ahonnan Szilágyi Anita jelentkezik. Szervusz, miket tartogat még a mai nap?
Szervusz, szeretettel köszöntöm a nézőket is. Mindjárt el is mondom, hogy miket tartogat még a mai nap, de érdemes azt megemlíteni, hogy Szilvásvára több évtizedes kihagyás után rendez ismét országos díjugrató bajnokságot, és mind a szakemberek, mind a versenyzők szerint alkalmas erre az aréna, mind a pályaépítés tekintve, mind a környezetet tekintve. A tegnapi nap is már eseménydús volt, hiszen gyermek és póni kategóriában hirdettek győztest. Szintén érdekesség, hogy az országos díjugrató bajnokságok történetében először volt póni kategória, amit Dubica Dorottya nyert, a gyermek kategóriában pedig Bodnár Annabel bizonyult a legjobbnak. Az este folyamán egy látványos show elemet láthattak a nézők, sokan összegyűltek, nagyon örültek ennek a látványnak, ahol a díjugratás, a fogadhajtás és az autóvezetés elemei ötvöződtek. A mai nap pedig hát a döntők döntője zajlik. Éppen a percekben kezdődik el a fiatal lovasok kategóriájának döntője, de korábban már az ifi fiatal lovasok kategóriájában, illetve az amatőr lovasok kategóriájában is hirdettek győztest, tehát az első három helyezett már felállhatott a dobogó fokaira, és amit a nézők, illetve az ide látogatók nagy-nagy izgalommal várnak, az a 14 óra 45 perckor kezdődő országos felnőtt díjugrató bajnokság, ami igen izgalmasnak ígérkezik, ezért kedves nézőink, aki a környéken jár, még ideér 3:30-3:45-re, és megtekintheti ezt a megmérettet, és szerintem érdemes megnézni. Szilágyi Anitának is köszönjük szépen!